ezen a módon. Márpedig a gyógyszerkasszához másképpen is hozzá lehetne nyúlni, ami mindenféle egyéb hasznokat is hozna, és természetesen a költségvetés is jobban járna, de a betegek is. Semmiféle átalakítást nem tudunk elfogadni, amely a megtakarított pénz az egészségügyből való kivonásával jár. Az egészségügy, ezt mindenki mindig hangsúlyozza, az összeomlás közelében van. A humán erőforrás válság egyre csak mélyül, lassan több orvos távozik az országból, mint ahányan diplomát szereznek. Elég nehéz már megoldani az ügyeleteket, nagyon sok helyen rezidensek ügyelnek szakorvosok helyett. A várólisták csak nőnek, és én azt gondolom, hogy ez a csomag az égvilágon semmit nem segít ezen a helyzeten, és én azt gondolom, hogy az lenne elemi kötelességünk, hogy végre ezeket az alapvető problémákat vegyük elő. Ugye ehhez képest itt a félrejezett orvosnők által használt névről fogunk vitázni, ami természetesen nem akarom elbagatelizálni, és fontos probléma is, és önmagában ez a része támogatható a törvényjavaslatnak, csak azt fájlaljuk, hogy a nagy ügyek nem kerültek még előtérbe, és az egészségügy megmentésének nincsen benne a záloga ebben a törvényjavaslatban. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Most a vezérszónoki felszólásokra kerül sor. 20-20 perces időkeretben tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy ez a vezérszónoki felszólások közben kétperces felszólásokra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Kovács Józsefnek, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának. Öne a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt, igen, tisztelt képviselőtársaim. A mai napon egy nagyon fontos állomáshoz érkezett az egészségügy. Előttünk áll az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melynek általános vitáját megkezdtük a mai napon. Egy számomra annyira kedves, de talán mégis találó idézettel kezdeném hozzászólásomat. A lappangó bajoknál tisztább a látható kór, jobban küzd gyógyulásért, ki sír a fájdalomtól. Én úgy gondolom, hogy a magyar egészségügy ma nagyon nehéz helyzetben van, nagyon nehéz két évtizeden, nagyon nehéz egy éven vagyunk túl, és nagyon-nagyon komolyak azok az előttünk álló kihívások, amelyre államtitkár úr sok részletre utalt már a mai napon. Én úgy gondolom, hogy a mai hozzászólásokban óhatatlan lesz az, hogy bizonyos átfedésekre többen fel fogjuk hívni a figyelmet, ami úgy gondolom, hogy teljesen helyén való egy ilyen törvényjavaslat vitájában. A tárgyalásra kerülő előterjesztés 9 törvény módosítását tartalmazza. Ez a javaslat hozzájárul a népegészségügyi célok megvalósulásához, az egészségügyi ellátások és a betegellátás színvonalának emeléséhez. Az új szabályozás pontosítja, korszerűsíti az egészségügyi ágazati törvényben foglalt rendelkezéseket, különösen és kiemelten többször elhangzott a népegészségügy, az ügyelet és az egészségbiztosítás területén. Összefoglalva a következőket szeretném már az elején elmondani. A csomag leghangsúlyosabb pontjai kétségtelenül a táppénzellátást és a gyógyszerkasszát érintő változások. Ahogy államtitkár úr expozéjában hallhattuk, e két területet érintő módosításokra a Széll Kálmán tervben megfogalmazott célok elérése érdekében van szükség. A népegészségügyet érintő változásokból ki kell emelni, hogy a jó egészségi állapot eléréséhez biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a hatékony egészségfejlesztést, az egészség védelmét, a megelőzést és a végén a beteg emberek gyógyítását. Már a Nemzeti Együttműködés programjában is világosan kifejezésre jutott, hogy a kormány prioritásként kezeli a népegészségügy területét.
Ez a szemléletmódhoz kapcsolódva a múlt héten a kormány által elfogadott Semmelweis-terv már konkrét irányokat is meghatároz a területet illetően. Az előttünk álló javaslatcsomag ugyan nem ennek a koncepciónak a végrehajtását szolgálja, de különösen a népegészségi változásokat tekintve már érzékelhető az új szemléletmód, amely a teljes ellátórendszer megújulását és hatékonyabbá tételét szolgálja. Így van ez egyébként egész Európában, és az uniós elnökség kapcsán szinte minden egészségügyi rendezvényen kiemelten szerepeltek a népegészségügyi kérdések. Tisztelt képviselőtársaim! A bevezető gondolatok után most részletesen szólnék a javaslat általunk legfontosabbnak tartott pontjairól. Az egészségbiztosítási törvény módosításának leghangsúlyosabb pontja a táppénzfolyósítás szabályainak felülvizsgálata. A javaslat célja, hogy a közpénzekkel való visszaélés lehetőségét a minimálisra csökkentsék, és a táppénzellátás valóban megfeleljen eredeti céljának, és a betegség miatt keresőképtelenné vált személyeknek nyújtson pénzbeli ellátást. A javaslat kimondja, a biztosítási jogviszony megszűnését követő keresőképtelenség esetén járó passzív táppénz eltörlését, mert a passzív táppénz lényegében már a szociális ellátásként funkcionált az utóbbi időben, és nagyon gyakran előfordult, hogy vissza lehetett vele élni. Ami igen jelentős anyagi veszteséget jelentett, és jelent most is. Ehhez a ponthoz kapcsolódó változást jelent még, hogy a jövőben a táppénzzel lévők akár soron kívüli ellátásban részesülhetnek azért, hogy minél előbb vissza tudjanak térni a munkavilágába. A táppénzen eltöltött idő rövidül, ami hosszú távon védi természetesen az egészségügyi alapot, és a megtakarított összeget az egészségügyi ellátásra, gyógykezelésre lehet fordítani. Az egészségügyi törvény módosítása számos változást tartalmaz. Az egyik, amire utaltam már korábban is, a népegészségügyet érintő változások, az egészségügy más területeihez hasonlóan mély válságban van ez a terület, ezért teljes megújításra szorul. Nemzeti egészségfejlesztési programot 1997 óta egyik kormány sem dolgozott ki, 2001-től ugyan sor került három ütemben a népegészségügyi program részprogramjainak elfogadására, ilyen volt a drogstratégia, a lelki egészség kérdése, de gyakorlatban teljes előretépés, lépés a téma területén nem történt. Össztársadalmi feladat ez, fontos cél a felnövekvő nemzedék védelme és nevelése. Ugyanakkor a felnőtteket is ösztönözni kell az egészségesebb életmód kialakítására. A Semmelweis-tervben kulcsfeladatként jelenik meg a dohányzás visszaszorítása, a sport népszerűsítése, a mentális egészség megőrzése és fejlesztése. A jelenlegi módosításokat a koncepcióban kidolgozott célok eléréséhez tett első lépésként lehet értékelni. A tervezet korszerű definíciók mentén szolgálja a népegészségügy fogalmát, kikerül a szövegből az egészségmegőrzés, helyére olyan fogalmak kerülnek, mint az egészségvédelem és egészségfejlesztés. A törvény rendelkezik továbbá a közoktatási intézményekben teljes körű iskolai egészségfejlesztés bevezetéséről, valamint előírja egy népegészségi stratégia és akcióterv kidolgozását is. A javaslat elfogadásával megszűnik a Nemzeti Egészségügyi Tanács, mivel tagjainak kiválasztása és egyéb eljárási szabályok körüli viták nem tették lehetővé érdemi szakmai párbeszéd kialakulását, érdemi döntések meghozatalát. Tevékenységének felülvizsgálatát többek között a megváltozott kormányzati struktúra és jogszabályi környezet, valamint az új szakmai kollégiumi rendszer kialakítása indokolta. A megváltozott viszonyok között egyértelművé vált, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanács már összetételéből adódóan sem tudja betölteni az eredeti jogalkotói szándék szerinti funkcióját. Feladatait a május 1-ével felálló új szakmai kollégiumi rendszer látja majd el, a betegjogok képviseletét pedig az egészségügyi, betegjogi és dokumentációs központ látja majd el, amelynek létrehozására a kormány határozatban kötelezte a tárcát. Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartására vonatkozó több szabály módosításra került, ezek közül elsősorban az orvosnőket érintő névhasználat emelhető ki. Miután erről több szó esett már ma, ennek a részletezésétől eltekintenék. A jelenlegi javaslat úgy rendezni a problémát,
hogy a születési és anyakönyvi nevet is szerepeltetni a működési nyilvántartásban, és az érintett eldönthetné, melyik nevét kívánja használni munkája során. A működési nyilvántartásra vonatkozó másik módosítás célja a BTK fogalomhasználatával összhangba hozni a jelenlegi szabályokat. Tartalmilag nem változik a jelenlegi szabályozás a működési nyilvántartásban való felvételre, illetve az abból való törlésre vonatkozóan. Ezentúl ez a két eset, amelyben valakit a büntetéssel vagy bűncselekménnyel összefüggésben törölni kell, vagy nem lehet felvenni a nyilvántartásba. A módosítás összhangba hozza a jelenlegi szabályozást a BTK fogalom használatával. A harmadik módosító csomag a rezidensekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetését érinti. Személyes adatok kezeléséről van szó, így szabályozni kell, hogy a rezidensekkel kapcsolatos adminisztratív jellegű feladatokat hogyan lehet nyilvántartani, kezelni. A javaslat pontosítja a működési nyilvántartásba való felvétel szabályait. Az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló törvény módosítása azért indokolt, mert az ügyeleti idő kiadásával, díjazásával kapcsolatban rengeteg probléma merült fel a rendszerben. A javaslatban szereplő módosítások elsősorban jogértelmezési jellegűnek tekinthetők, céljuk pedig az, hogy a munkavállalót ne érje hátrány, ha ügyeletet vállal. A módosítás következtében, ha valaki ügyeletet vállal a rendes munkaidő terhére, nem lehet a bére kevesebb, mint a rendes munkaidőben tölteni el ezt az időt. Tehát a rendes munkaidő keret terhéig vagy annak mértékéig ki kell egészíteni az ügyeleti díját. Az ehhez kapcsolódó módosítás az, hogy a munkáltató köteles lehetőség szerint úgy beosztani a munkavállaló idejét, hogy az teljes mértékig a heti rendes munkaidő kimerítésre kerüljön. Amennyiben ez nem valósul meg, a munkavállalót nem érheti hátrány. Ki kell egészíteni a munkabérét a rendes munkaidő terhére annak mértékéig. Mint már megemlítésre került, módosul a pihenő idő kiadására vonatkozó szabályozás is. A jelenlegi rendszer jogalkalmazási nehézségeket eredményez, hiszen a jelenleg hatályos szabályozásból nem derül ki egyértelműen, hogy mi a pihenőidőnek a munkajogi értelmezése, beleszámítanak-e személyi alapbér fejében teljesítendő órák a rendes munkaidő órái közé. A törvénymódosító csomag egyik legjelentősebb eleme a gyógyszerellátásra vonatkozó szabályok módosítása. Ahogy azt már korábban hallhattuk, ezek a módosítások elsősorban a Széll Kálmán terv gyógyszerpolitikai rendszeréhez kötődnek. A jelenlegi módosítások célja a gyógyszertámogatás kiadás és bevételi oldalán a költségvetési törvényben meghatározott 300 milliárd forintos egyenleg tartása. Mindezek mellett a javaslatok tartalmazzák azon elemeket, amelyek a nem kívánatos gyógyszergyártói befolyásolást visszaszorítják, teret engedve a szakmai alapon nyugvó és a betegek pénztárcáját kímélő gyógyszerválasztásnak. A módosítás legfőbb elemeinek tekinthetjük, hogy a jelenlegi 12%-ról 20%-ra emelkednek a gyógyszergyártói befizetések, súlyos szabálytalanság esetén pedig a kiszabható bírság maximumát 25-ről 500 millió forintra emelik. Ez a gyártók extra profitjának mérséklését jelenti. Ehhez a javaslathoz kapcsolódik, hogy egyes drága készítmények után kötött úgynevezett támogatás volumen szerződések újratárgyalásával a biztosító kedvező feltételeket alakíthat ki. Az állami biztosítói szerep növelését, a betegterhek mérséklését jelenti a már ez évben eddig életbe léptetett módosítások mellett a lejárt szabadalmú termékek úgynevezett generikumok térnyerésének elősegítése, kedvezőbb álszinten való biztosítása. Ennek kapcsán kerül bevezetésre az úgynevezett preferált referenciasáv fogalma, amelybe azon kedvező áru készítmények tartoznak az azonos terápiás eredményességek közül, amelyeket a betegnek a biztosító gyógyszerfelírások egy csoportjánál vagy közgyógyellátás során ajánl. Ezzel biztosítható, hogy minden gyógyszercsoport esetében, így a szárnyra kelt híresztelésekkel szemben, a koleszterin szint csökkentőknél is lesznek olyan készítmények, amelyek a jelenlegi vagy ennél kedvezőbb betegtérítési díjjal lesznek elérhetőek. Ehhez kapcsolódó tájékoztatást mind orvosuktól, mind gyógyszerészüktől megkaphatják a betegek, és az erre vonatkozó lakosság részére megfelelő tájékoztató elkészül. Fontos kiemelni, hogy az egyes nagyértékű gyógyszerek esetén elindul a támogatási gyakorlat, amely a gyógyszerek gyakorlatban mért eredményességhez köti a támogatást. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem a lakosságnak jelent többletterhet, hanem pont a beteget védi annak érdekében, hogy számukra a legkedvezőbb gyógyszerhez jussanak. A támogatás politikai intézkedések kiegészítését szolgálja a gyógyszergyártói promóciós tevékenység szigorítása,
az ismertetői tevékenység megkezdésének törvényi feltétele lesz a hatósági nyilvántartásba vétel és engedélyezési eljárás, valamint az erről történő igazolás és ismertető igazolvány kiadása az eddigi bejelentés helyett. Az ismertetői tevékenységhez kapcsolódó befizetési kötelezettség is a nyilvántartásba vételhez kötődik, majd ezzel kiküszöbölhető lesz az a gyakorlat, mely szerint az ismertetők a befizetési kötelezettség teljesítésétől kezdve azonnal feljogosítva érezték magukat a tevékenység megkezdésére azon az alapon, hogy kompenzálják a befizetési kötelezettségből eredő költségeiket. Jelentősen szigorodnak a rendezvények azokon való részvétel támogatásának szabályai. A korábbi gyakorlattal ellentétben minden szakmai rendezvényt be kell jelenteni, szakmai indokoltságát hatóság ellenőrzi. Megszűnik az a gyakorlat, hogy egzotikus helyeken konferencia álnéven üdültetést szervezzenek. A kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos szabálysértések esetében alkalmazandó szankciók is szigorodnak, tisztázódnak a felelősségi szabályok, megjelenik a kereskedelmi gyakorlatot folytató és azzal a szerződéses kapcsolatban álló meghatalmazott közötti egyetemleges felelősség a kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos jogszabálysértések esetén. Bevezetésre kerül az ismertetői tevékenységet folytató vállalatok vagy azok nevével eljáró ismertetők közhiteles nyilvántartása. Egy nyilvántartásból a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz felírására vagy forgalmazására jogosult személynek tájékozódnia kell, mielőtt ismertetésben részesülne, és indokolt esetben az általa tapasztalt jogszabálysértés hatóság számára be kell jelenteni. Ennek bebizonyult elmulasztása szankciókkal járhat. A nyilvántartás tartalmazza a hatóság fontosabb határozatait is. Tisztelt Ház! Az előterjesztés, ahogy már bevezetőben is említettem, nagyon sok újítást tartalmaz. Alapvetően a gyakorlat alapján felszínre került problémákra keresi a megoldást. Megjelenik benne az ágazatra vonatkozó szemléletváltás. Magam és a Fidesz-KDNP frakciószövetség nevében is támogatom, támogatásra alkalmasnak találom, és kérném képviselőtársaimat, hogy a felvázolt problémák megoldása érdekében támogassák a javaslatot. Valóban az egészségügyben a beteg érdeke a legfőbb törvény, emellett az egészségügyi dolgozóké, az egész társadalomé és az egész országé. Ebben a közös munkában kérném minden képviselőtársam szíves segítségét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Folytatjuk a vezérszónoki felszólásokat. Megadom a szót Garai István Levente képviselő úrnak, az MSZP képviselőcsoport vezérszónokának. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Amikor biztosítom önt a ház szelleméből fakadó tiszteletemről, egyébként elég jókat szoktunk itt szakmai vitatkozni. Őszintén meg kell mondjam, hogy egy ilyen fajsúlyú törvény tárgyalásakor emberileg és szakmailag hiányolom miniszter úr jelenlétét. A jelenlegi törvényjavaslatról. Immár a második egészségügyi témájú saláta, helyesebben uborka saláta jellegű törvényjavaslat van a tisztelt ház előtt. Ha hasmenés nem is, de agymenést okozhat azoknak, akik ettől a törvényjavaslattól, akár a betegek részéről, a betegellátás színvonalának emelkedését, vagy az egészségügyi dolgozók részéről munka és életkörülményeik javulását várták. E törvényjavaslat karöltve a 2011-es költségvetéssel messze nem elegendő a magyar egészségügy újraélesztéséhez, mint ahogy azt a Semmelweis tervben olvashatjuk, legfeljebb egy gyenge beöntésnek felel meg, annak minden hatásával és hát sajnos mellékhatásával. Ennek a törvényjavaslatnak legfő küldetése, hogy elfedje a lényegi kérdéseket, vagyis a táppénzszabályok további szigorítását és a gyógyszergyártók megsarcolását. Mindez felhasználva a fülkeforradalom és a gazdasági szabadsághoz standard stratégiai elemeit, a bűnbakkeresést, az érintett szereplők egymásra uszítását, legyen szó betegekről, beteg táppénzesről, rokkantakról vagy orvosokról. A törvényjavaslat elsődleges célja a Széll Kálmán tervben megfogalmazott államháztartási hiány mindenáron való csökkentése, mindamellett sajnos semmi biztosítékkal arra, hogy a 100 milliárd nagyságrendű tervezett forráskivonást vissza is forgatják utána az egészségügyi ágazatba. A törvényjavaslat nem tartalmaz lényegi, a strukturális reformokra vonatkozó elemeket, sem pedig a biztosítottak a betegek helyzetét egyértelműen könnyítő rendelkezéseket. Tovább folytatja a törvényjavaslat a meglévő intézmények, testületek mészárlását. A Nemzeti Egészségügyi Tanács és a Betegjogi Közalapítvány végleges megszüntetésével. A törvényjavaslat nem tartalmaz háttérszámításokat, hogy összességében milyen megtakarításokat, megszorításokat eredményez az államháztartás részéről,
és milyen terheket jelentenek a változások a betegek, az egészségügyi szolgáltatók, illetve a gyógyszergyártók számára. A törvényjavaslat több eleme a Semmelweis tervre épül. Ennek 5. oldalán a következő olvasható pont. Keveset költünk az egészségügyi ellátásra, zárójel 250-550 milliárd forint hiányzik a rendszerből, pont. Minimum 250 milliárd forint az az összeg, amely a ciklus végéig reálértéken beépülve a finanszírozásba az egészségügy megmentéséhez szükséges. Nos, ennek több mint a tízszeresét enstandolta a kormány a magánnyugdíjpénztári vagyon lenyúlásával, a dupláját sikerült eldorbézolni a leggazdagabbak adókedvezményeivel, és ugyanennyit a MOL részvények felvásárlásával, most pedig legalább ennyit próbálnak kivenni a rendszerből a gyógyszerkassa kirablásával. A Semmelweis tervet valószínűleg nem olvasták figyelmesen végig a törvényjavaslat megalkotói, mert bizony több, nagyon fontos megállapításával mennek szembe. 14. oldal 3/6. Idézet. A terápiák közötti választás esetén a hatásosság, illetve az eredményesség nem alkalmazandó egyetlen, kizárólagos döntési kritériumként. Itt a különböző kezelési módok közötti hatásosság különbségéből eredő minőségkülönbségről, azaz az allokatív minőségről van szó. Az allokatív minőség abszolutizálása, azaz az egy betegre jutó egészségnyereség maximalizálása, mint optimalizálási függvény, szűkösen rendelkezésre álló források esetében azt eredményezni, sajnos fogja eredményezni, hogy mind az össztársadalmi agregált populáció szintű egészségnyereség, mind pedig az ellátáshoz való hozzáférés csökken, azaz kevesebb beteg férne hozzá az ellátáshoz, megsokszorozódna például a várakozási idő. Ezt már látjuk. 15. oldal 3/14. Az egészségügy érdemi újraszervezésének a hatékonyság javításának kulcsfontosságú feltétele, hogy az így felszabaduló forrásokat ne vonják ki az ágazatból, hanem ösztönzés formájában kerüljenek vissza az ellátó rendszerbe. Hát erről most ebben az előterjesztésben szó sincs. A fentiekkel szemben szerencsés, hogy a következő agyalmányt még nem valósították meg. 15. oldal 3/12. A torz ösztönzők ezen belül elsődlegesen a hálapénz visszaszorítása érdekében megfontolandó a szabad orvosválasztás az elmúlt ciklusban fizetőssé tett, ez persze így nem igaz, rendszerének egyértelművé tétele. Hát nagyon félek, hogy nehogy a következő uborka salát a törvényben ez valamilyen határozott formában testet öltsön. A konkrét törvényjavaslatokra rátérve, egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény módosítása. A Széll Kálmán terv és az Orbán csomag célkitűzéseként tartalmazza a törvényjavaslat az úgynevezett passzív táppénz megszüntetését, ami azt jelenti, hogy a biztosítási jogviszony megszűnését követő naptól a biztosítottak már nem lesznek jogosultak táppénzre. Ezt a súlyos intézkedést hatályon kívüli helyezésekkel kívánja megoldani. Úgy tesz az előterjesztő, mintha a szolidaritás nem lenne alapértéke az egészségbiztosításnak. Hát sajnos ez is a kormány szemléletét tükrözi. A rendszerbe való beavatkozás azonban további a kormány által talán nem is kalkulált következményekkel jár, illetve járhat. A passzív táppénz megszüntetése egyben azt is jelentheti, hogy a jogviszony megszűnését következő naptól már nem csak táppénzre, hanem az egészségbiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokra sem lesz jogosult az érintett személy. Ez már több mint méltánytalanság. Megfosztja a beteg embereket az egészségügyi szolgáltatásoktól, a támogatott gyógyszerellátástól. A törvényjavaslat első paragrafusa azt az idézőjelbetéve újítást akarja meghonosítani, hogy a kereső képtelen betegeket a járóbeteg szakrendeléseken soron kívül kell ellátni. Szó sincs arról, hogy a már helyenként jelenleg is vége láthatatlan várólistákra ez milyen hatással lesz. Sehol nincs utalás semmiféle anyagi vagy egyéb humán többletforrás biztosítására a többletfeladatok ellátása vonatkozásában. A javaslat elméleti síkon óvatosnak tűnik azért, mert egyrészt a soron kívüliség nem érinteni a sürgősségi ellátásokat, és a soron kívüli ellátásokat pedig csak a rendelkezésre álló kapacitások terhére köteles a szakrendelő teljesíteni. Ez okénak tűnik. Az más kérdés, hogy a relatív sürgősség megállapítása csak a beteg vizsgálata után derülhet ki, így a vizsgálat nélküli várólista átrendezés rendkívül komoly, negatív, egészségkárosító következményekkel is járhat. A Semmelweis terv első változata a várólistákkal kapcsolatosan még konkrét adatokat említ, melyeket a második változatból már elhagytak az alkotói, ki tudja miért nevezetesen, 36. oldal nagy B kis C 18. Kézi gyűjtésen és beslésen alapuló számításaink szerint a jelenlegi érdemi várólisták döntő többsége 8,4 milliárd forint rendelkezésre bocsájtásával ledolgozható, idézet befejezve.
Nos, fentebb már szóltam a több száz milliárd forintos eltékozolásokról, itt csak egy másik viszonyszámot kívánok szembesíteni a 8,4 milliárd forinttal. A miniszterelnök úr testőrsége durván 10 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Az egészségről szóló másik törvény módosítása. A népegészségügyi fejezet átírása kiválóan alkalmas a direkt és indirekt visszamutogatásra és az intenzív pótselekvés szimulálására. A törvényjavaslat szerint a népegészségügy csaknem minden problémáját megoldja az egészségmegőrzés kifejezés lecserélése, az egészségfejlesztése és az egészségvédelemre. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program likvidálásáról az általános indoklásban a következőket olvashatjuk. A Nemzeti Egészségfejlesztési Program a jog szerint létezik, tényleges program nem áll mögötte, annak ellenére, hogy az EU törvény szerint, idézem, az ország középtávú fejlesztési stratégiai tervének részt képező Nemzeti Egészségfejlesztési Program az egészségügyi tervezés alapja. Tehát nem a különböző tervek, hanem ez. Jelen javaslat tartalmazza a Nemzeti Egészségfejlesztési Programnak az egészségügyi törvényből történő törlését, valamint a Nemzeti Egészségügyi Tanácsra vonatkozó rendelkezéseknek a hatályon kívül helyezését. Az elmúlt hónapok fejleményei alapján sajnos egyértelműnek látszik, hogy a több olvasatú Semmelweis-terv, a Szél-Kálmán-terv és a tervekbe vett különböző szintű kormányzati irányító sóhivatalok mellett, amelyek majd ugye lesznek, egy ilyen középtávú, a kormányzaton számon kérhető stratégiai tervre, koncepcióra a kormányzatnak nincsen szüksége. De szintúgy a Nemzeti Egészségügyi Tanácsra sem, melynek a feladata a következő. Idézem, a Nemzeti Egészségügyi Tanács alapvetően a kormányzati egészségpolitika kialakításában, az ezzel összefüggő döntések meghozatalában kezdeményező, javaslattevő, véleményező, tanácsadó, a döntések végrehajtása során elemző és értékelő funkciót lát el, idézet bezárva. No, ez úgy látszik nem köl. A kormánynak nincs szüksége olyan testületre, amely a tárcától függetlenül foglal állást az egészségügy legfontosabb kérdéseiben. Mint annyi más demokratikus fórum, ez is áldozatul esik a Fidesz hatalmi centralizációjának. Idézet, a Nemzeti Egészségügyi Tanács tevékenységének a felülvizsgálatát, itt ezt képviselőtársam azt hiszem az előbb már mondta, többek között a megváltozott kormányzati struktúra és jogszabályi környezet, valamint az új szakmai kollégiumi rendszer kialakítása indokolta. Ez utóbbi abszolút hamis érvelés, mert a szakmai kollégiumok feladata teljesen más, a Nemzeti Egészségügyi Tanácsot semmilyen formában nem helyettesítik. Eddig még soha senkinek egyébként nem jutott eszébe, hogy a szakmai kollégiumok alkalmasak lennének a Nemzeti Egészségügyi Tanács helyettesítésére. Egyébként a szervezet elnöke, jelenlévő Puskás Tivadar képviselőtársunk is azt nyilatkozta, hogy jelen pillanatban nem szerencsés a tanács megszüntetése egy internetes portálnak. Egyébként tisztelem a szakmai hozzáállását és a többi kollégáit is, akivel orvosként nagyon sokszor együtt dolgozunk a betegekért itt a parlamentben is és a bizottságban is. Csak habatortán, hogy amikor 2010. szeptember 17-én országgyűlési határozattervezetet nyújtottunk be képviselőtársaimmal, a Nemzeti Egészségfejlesztési Program megalkotásáról, támaszkodva egy 2003-as OGY határozattal kiirtetett, egyébként konszenzussal elfogadott Nemzeti Népegészségügyi Programra, azt a kormány többség azzal utasította el, hogy ez egy jó szakmai elképzelés, de a megalkotás a kormány feladata. Hát most nem nagyon alkotja a kormány, úgy látszik. Az egészségügyi törvény módosításai, ez egy más olvasat, végleg kiiktatják a betegjogi képviseleti rendszert, és mindössze annyit tartalmaz a javaslat, hogy a betegek panaszaikat az egészségügyi államigazgatási szervekhez nyújthatják be. A Semmelweis-terv új változata egy önálló kormányhivatal létrehozását kezdeményezte, amelynek fő feladata a betegjogi kérdések kezelése lett volna, de úgy látszik, hogy itt a törvény előkészítés során az ágazati egészségügyi vezetőknek ez a javaslata a kormány szűrűjén ilyen formában elbukott. A törvényjavaslat hozzányúl a munkaidő és az ügyelet kérdéseihez is, mint ahogy ez elhangzott. Ismét, hangsúlyozom, ismét csak anélkül, hogy bármilyen többletforrás biztosítana. Az önkéntes túlmunka vállalásától elálló orvosok az egészségügyi rendszer leállását tudnák előidézni, hát persze nem fogják hivatástudatból a betegellátást minden körülmények között elvégzik, kötelességünk elvégezni. Egy szó sem esik az égető humán erőforrás hiány megoldásáról, az orvosok és a szakdolgozók megalázó bérezésükből fakadó külföldre vándorlásáról, a rezidensek utcaseprő szintjén mozgó béréről, nettó átlag 83.800 forint.
Az új szabályozás a munka, illetve a túlmunkavégzés és a munkabér tekintetében a konfliktusokat nagyon ügyesen a kormány a kórházakhoz, intézményekhez delegálja. Hát akkor pár szót még a gyógyszerekről is, gyógyszerforgalmazás, általános szabályról, stb. Hát egy kis visszamutogatást engedjenek meg nekem is. Egy kis visszatekintést nem először a gyógyszerkassa alakulásáról. 2179,5 milliárd forint. 2002-ben a Fidesz kormány visszavett volna belőle, 153 milliárd forint lett tervezve, végül a Medgyessy kormány 209 milliárd forintnál kellett, hogy egyensúlyba hozza a gyógyszerkasszát. 2010 343 milliárd terv, 358 milliárdos teljesítés. 2011-re 343,5 milliárdos terv, az egyébként valószínűleg nem túl baloldali indítatású állami számvevőszék, ezt úgy jellemezte, hogy komoly feszültség forrása lehet. A Szél Kálmán tervben egyébként itt valahol itt is le is írtam, hogy a Fidesz frakciónak Matolcsi terv formájában ezt belső információként továbbadta miniszterelnök úr, illetve miniszter úr. 2011-ben mínusz 26,5 milliárd, 2012-ben mínusz 83, 2013-ban és 2014-ben 120 milliárdos megtakarítás, idézelbe, megtakarítás, megszorítás, eldorbézolás. A törvényjavaslat részletesen tartalmazza a gyógyszergyártók terheinek a növekedését, de nem szól a lakossági terhek alakulásáról, idézem. Jelenleg a gyógyszergyártók a támogatott forgalmuk után a termelői ára eső társadalom